Köszöntöm nézőinket, folytatjuk a Dél-Dunántúli fürdőket bemutató sorozatunkat. Ma Harkányba látogatunk el. Elsőként a Település Turisztikai Egyesületének vezetője beszél a térség idegenforgalmi fejlesztéseiről. Majd bemutatjuk a fürdőt és gyógykórházat, valamint ajánlunk egy színvonalas szálláshelyet is, ahol minden Harkányba látogató kényelmes körülmények között pihenheti ki a mindennapok fáradalmait. Tartsanak velünk! Az Egyesület 2005-ben alakult meg, körülbelül 23 taggal. Azt hívta életre, hogy a Harkányi Turisztikai Idegenforgalmi Vállalkozások keresték azt a lehetőséget, hogy összefogásukkal támogassák a idegenforgalmi fejlesztéseket, hogy valahol a szakma együtt le tudjon ülni, megvitatni a jövőt, marketing elképzeléseket, stb. Ezt ma büszkén mutatjuk, hogy közel 70 tagunk van, tehát eléggé dinamikusan fejlődött az Egyesület. Az érdemi munka gyakorlatilag 2011-ben indult el, amikor is a TDM szerveződés keretein belül létrejött az Egyesületnek az úgynevezett ügyvivő testülete, maga a gazdálkodási egység. Belépett az Egyesületbe az önkormányzat, a gyógyfürdő, a kórház, így a addigi idegenforgalmi szolgáltatók, mint szállodák, panziók, vendéglátóegységek, taxisok, fodrászok, masszőrök kiegészültek a nagyobb szolgáltatókkal is. Igazából törekedtünk egy jó kapcsolat kialakítására, törekszünk folyamatosan, az önkormányzattal egyre jobb a kapcsolatunk, a legnagyobb támogatunk. Két pályázatot nyert el az Egyesület az elmúlt évek során, az egyikben 40 millió forint támogatást, a másikban pedig 100 milliót, így összesen körülbelül 150 millió forintnyi fejlesztést tudtunk Harkányba megvalósítani, illetve jelenleg is tart. Ezek közül néhány kiemeltet, elsősorban marketing, másrészt ugye az irodai működés, tehát magát az információs központnak a kialakítása volt. Pozícionáltuk Harkányt szakmailag, hogy hova tesszük fejlődés érdekében. A gyerekjátszót építettünk a fürdőbe vízi játékokkal, ami nagyon népszerű, nagy sikere van, különböző kiadványokat jelenítettünk meg, és hát próbáljuk Harkány szakmai életét fejleszteni. A harkányi gyógyvíz különlegessége a gyógyvízben található gázformátumú kén, mely a földből kiszabaduló vízben átalakul kénhidrogéngázzá. Ennek a szervezetbe jutása a bőrön át és belélegezve egyaránt igen aktív. Felszívódása 150-szer nagyobb, mint a 4 vegyértékű kénvegyületeké. Ezért alkalmazzák a harkányi gyógyvizet közel 200 éve eredményesen számos betegség esetében, mozgásszervi, nőgyógyászati, emésztőrendszeri és bőrgyógyászati betegségek kezelésére. A strandfürdőnk tavasztól őszig több szabadtéri medencével várja pihenni, kikapcsolódni vágyókat, akik a 13,5 hektáros parkban sétálhatnak, napozhatnak és részt vehetnek a fürdő által szervezett, különböző korosztályok szórakoztatását célzó rendezvényeinken. Harkányi Rehabilitációs Központ a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kívül-belül megújult. Akadálymentes környezetben 345 egészségbiztosító által finanszírozott és további 74 ágyon mozgásszervi, kardiológiai, nőgyógyászati rehabilitáció, aktív reumatológiai és krónikus belgyógyászati gyógyítást végeznek, valamint kapcsolódó tevékenységként obezitológiai és bőrgyógyászati gondozást látnak el. Az elmúlt 4 évben 3,8 milliárdot költött a társaságunk a kórház fejlesztésére. Most egy 1,5 milliárdos további fejlesztési csomag előtt állunk. Az érkezők elhelyezése 3-5 ágyas kórtermekben, valamint 3 csillagos szállodának megfelelő színvonalon 1-2 ágyas fürdőszobás helyiségekben történik. A kórház minden helyiségében TV, telefon és internet hozzáférés is biztosított. A kezeléseket jól képzett orvosokból, pszichológusokból, dietetikusokból és gyógytornászokból álló rehabilitációs tím látja el, melyet a beteg balneoterapeuták és fizikoterapeuták közreműködésével vehet igénybe.
A rehabilitációs központban az állapot javuláshoz hozzájárulva a gyógyulás mellett a felüdülés eszközei is biztosítottak, melyek között igen népszerű a wellness medence, az infraszauna és pezsgőfürdő, a talp és alakformáló masszázs is. Én 6 éve járok ide, különböző ilyen reumatikus problémáim vannak. Mindig kapok segítséget, és jól érzem itt magam, és nagyon örülök, hogy most ezt a reflexológiát is igénybe vehetem. Most egyet ajándékba kaptam, és azóta befizettem őket itt a recepción, és örülök neki, mert segít, és jól érzem magam testileg, lelkileg tőle. Az embernek a talpán rajta van az ember. Tehát értők ezek, ezeket a reflex zónákat megfelelő módon kezelve, megfelelő módon érezve tulajdonképpen jeleznek, előre jeleznek, diagnosztizálnak és így tovább. Tehát ha valaki itt olyan helyre kerül, mondjuk akár harkányba, akárhova, a talpmasszázs egy kiegészítő, nagyon fontos eleme ennek a holisztikus kezelésnek. Tehát az egész embert kezelik itt. A gyógyvizes kezelések felújított medencékben, kádfürdőkben, valamint az országban egyedülálló lehetőségként a süllyeszthető medencékben vehetők igénybe. Az Európában egyedülálló hatású gyógyvíz legjelentősebb vegyülete a kén, amely a vízben oldott gáz formájában található meg. Ennek köszönhetően a bőrön és a légutakon át közel 150-szer hatékonyabban szívódik fel az egyéb kén vegyületekhez képest. A Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertani Kutatóintézetével együttműködve teljes körű klinikai vizsgálatsorozattal állatkísérleteket követően kettős vak eljárással is igazolta, hogy a harkányi gyógyvíz nem csak helyi, hanem szisztémás hatással is bír az immunrendszerre kifejtett hatása révén. A kórházban a mozgásszervi elváltozások szinte minden formája kezelésre kerül. Az alkalmazott speciális módszerekkel akár a műtétet is elkerülheti a beteg. Mindezek jól képzett gyógytornászok és ergoterapeuták által modern eszközökkel felszerelt új tornatermekben vehetők igénybe. A bőrgyógyászati ellátás fő profilja a pikkelysömörben szenvedő betegek ellátása. A harkányi komplex kezelés különlegessége, hogy gyakorlatilag mellékhatásmentes, illetve a gyógyvíz használattal kombinált kezelés keretében jobban felszívódnak az alkalmazott gyógyszerek készítmények, így a hatóanyag tartalom akár felére, negyedére is csökkenthető. Továbbá a fénykezelés során kisebb összdózisú ultraibolya fény alkalmazása elégséges. Én 20 éves voltam, amikor a pszoriázis diagnosztizálták. Most váltottam föl a 7. X-et, egy röpke fejszámolás az fél évszázad. Ez az egy, majdnem egy hónapos kúra, tehát az 2 hét vagy 3 hét. Ez biztosít egy olyan életérzést a következő évre, ami hát látszik, nem látszik, 70 év körülbelül így néz ki, 15 éves harkányi kezelés után. Aki nem jut el harkányba, az sajnálatja, hogy nem jut el harkányba, de próbálja megtalálni megfelelő utakat. Úgy tudom, hogy országos illetőségű az intézmény. A harkányi víz az a pszoriázisoknak a mekkája. Egy 90 ágyas, 4 csillagos szállodai elhelyezésnek megfelelő minőségű részleget építünk hozzá a kórházhoz. Ez elsősorban ahhoz a két tradicionálisan harkányi, de az OEP által nem finanszírozott eljárásnak a megvalósítása, a gyógyításhoz kötődik, mint a pszoriázis, azaz a pikkelysömör tünetmentesítése és a meddőségkezelés. A pszoriázisos betegek esetében mintegy 94% az érintetteknek tünetmentesíthető, ami 3-6 hónap közötti a jellemző tünetmentesen maradás. A nőgyógyászati kezelési protokollban a gyógyvíz mellett az iszapnadrág, a hasmasszázs, a mágneses bemer terápia, valamint intim torna szerepel.
Kiemelkedő eredményekről számolhatnak be a kismedencei időgyulladások, összenövések, endometriózis, meddőség kezelésében, a nőgyógyászati műtétek utáni rehabilitációban, illetve a változó kor okozta rendellenességek kezelése esetén. A kardiológiai programban a gyógyszeres kezelés mellett az egyénre szabott mozgásprogram bír jelentős hatással, úgy mint a kerékpár ergometria, kardiorespiratórikus tréning, vízitorna, táncterápia, a stresszkezelés és a relaxáció. A keringés javítását eredményezi a gyógytornászok által végzett nyírokkezelés is, ahol a kötőszövetre ható technikával gyorsítják a nyírok elfolyását, csökkentve ezáltal a szöveti ödémákat. A térségünkben másutt igen alacsony kapacitással végzett beavatkozás a kórházban a bárki számára elérhető, illetve megvásárolható orvosi vizsgálatot követően. Az obezitológiai ellátás során az intézmény komplex segítséget nyújt a fogyni vágyók számára, intenzív, zsírégető, izomerősítő edzéssel, relaxáló foglalkozásokkal, dietetikai és életmódbeli tanácsadással, valamint alakformáló kezelésekkel. Akár azonnali felvételét kérheti a kórházba a szállás és az étkezés díjának térítése mellett. Az egészségbiztosító a fekvőbeteg ellátás keretében egy naptári éven belül azonos diagnózis mellett egy rehabilitációs kúrát finanszíroz. Akik egy éven belül többször is igénybe szeretnék venni a szolgáltatásokat, vagy a hosszú 9-12 hónapos befogadó listát nem akarják kivárni, az egészségbiztosító által nem lekötött ágyakon szállás étkezés térítésével kaphatnak a szakorvos által felírt ambuláns kezelőlappal ingyenes egészségügyi ellátást, illetve anélkül teljes fizetőként. A kórház filozófiájának része, hogy a tradíciók tiszteletben tartása mellett kialakított régi, új szakmai struktúrával fogadják a mozgásszervi, kardiológiai, nőgyógyászati problémákkal, pikkelysömörrel, valamint túlsúllyal küzdő, minden kedves gyógyulni vágyót. Termál Hotel Harkány egyrészt a Dél-Dunántúl egyetlen gyógyszállója, másrészt a régió legnagyobb konferencia szállodája. A szálloda 2010-es teljes felújítását követően megújult formában, mediterrán jellegű, pihentető környezetben 131 darab superior és standard kategóriájú szobáival várja vendégeit. Összesen 9 különböző szobatípussal rendelkeznek, a külön ágy a szobától a superior apartmanik. Ezek között olyan is található, amelyek összenyithatóak, így nagyobb családokat is kényelmesen el tudnak helyezni. Szobáik döntő többsége erkélyes, telefon, minibár, tévé, széf mindegyikben található. A szálloda jelmondata az élmény és egészség, tehát egyaránt várják a kikapcsolódásra és a gyógyulásra vágyó vendégeiket, sőt, náluk akár a kettőt ötvözni is lehet. Szállodán két étterme is bárja nyújt gasztronómiai szolgáltatást vendégeinknek. A 3 és 4 fogásos tányérszervizes vacsorák mellett a bőséges svédasztalos ételsorra is várjuk kedves vendégeinket. A magyar konyha különlegességei mellett külföldi ételeket, illetve speciális étel allergiával rendelkező vendégek igényeit is ki tudjuk elégíteni. A szálloda hajában található lobby és poolbarunkban helyben készített koktélok, kávékülönlegességek, gyümölcsúrmixok közül válogathatnak a vendégeink. Lobbybarunk tökéletes helyszíne a délutáni beszélgetéseknek, de vendégeink a kedvenc sporteseményeket is követhetik itt, akár tévénézés közben egy finom hideg pohár sörmenet szurkolhatnak kedvenceiknek. A szálloda óriási 850 négyzetméteres wellness részlege szolgáltatások teljes skáláját biztosítja.
Büszkék vagyunk 24 méteres beltéri medencénkre, amely azon túl, hogy masszázs és élményelemekkel felszerelt, úszásra is kitűnően alkalmas. Vendégeink nagyon kedvelik az egyedülálló hangulatot árasztó szauna falunkat, ahol bioszauna, infraszauna és fénszaunák, továbbá gőzfürdő és törökfürdő biztosítják a teljes kikapcsolódást. A nyári időszakban külső strandmedence és egy új poolbar szélesíti kínálatunkat, amelyet a napozó teraszunk nyugágyak, illetve alpesi környezethez hasonlatosan kialakított pihenősarok teszi teljessé. A Harkányi gyógyvíz Európában egyedülálló, Európán kívül a Holttengernél található hasonló összetételű gyógyvíz. Egyébként a harkányi gyógyfürdőkultúra, gyógyfürdőzés körülbelül 200 évre tekint vissza. A feltörő, bőséges víz 62-105 fokos hidrogénkarbonátos, nátrium-kálium tartalmú, kétatomosként tartalmaz kloridos gyógyvíz, amely igencsak alkalmas különböző nőgyógyászati, bőrgyógyászati és mozgásszervi betegségek kezelésére. A vízben található kén bizonyítottan beépül a porcokba, így segíti a porcot alkotó kéntartalmú vegyületek ismételt felépülését és pótlását. Ahogy említettem, a mozgásszervi problémák kezelése mellett kitűnően alkalmas a pszoriázis, a pikkely sömör bőrgyógyászati problémáinak tünetmentesítésére is. A víz gyógyító ereje abban rejlik, hogy a vízben oldott sók és a vízben található és onnan felszabaduló a bőrön és a légutak hámján keresztül felszívódó kéntartalmú gázok segítik a kóros folyamatok visszaszorítását. Ezt a hatékonyságát kutatások is igazolják. A gyógyvíz továbbá gyógyírt nyújt a krónikus nőgyógyászati gyulladások kezelésében is, így megszűnhet a gyulladás okozta sterilitás. Korábbi vizsgálataik szerint az itt kezelt steril nők 30%-a esett teherbe, amely méltán bizonyítja a gyógyvíz hatékonyságát. Szállodánk gyógyászati részlege állandó orvosi felügyelet mellett kvalifikált szakszemélyzettel magas színvonalú kezeléseket biztosít. Gyógycentrumunkban kuracsomagok formájában is fel lehet venni a szolgáltatásokat, valamint tévés ellátásra is van lehetőség. A szálloda felújítása során a rendezvényközpont is kiemelt figyelmet kapott. A Termál Hotel Harkány a régió legnagyobb konferencia szállodájaként egy 4 szekcióra bontható, 350 fős konferenciateremmel rendelkezik, amely ideális helyszín konferenciák, meetingek, továbbképzések lebonyolítására. A rendezvényközpont különálló bejárata a tágas, nagy vendégszám egyidejű regisztrációjára alkalmas információs pulttal is rendelkező előtere, valamint a gondozott parkkal meglévő közvetlen térkapcsolat mind a rendezvények kényelmét biztosítja. Konferenciatermünk a legmagasabb technikai felszereltséggel van berendezve, sőt, külön tolmácsfülke is található benne, így a nemzetközi rendezvényeknek is gyakorta otthont adunk. Természetesen vendégeinket mindenkor szezonális ajánlatokkal várjuk. Számos ünnepi csomagunk van a családok, gyógycsomagunk a gyógyulni vágyók, és wellness csomagunk a kikapcsolódást, feltöltődést keresők számára. Ennyi fért a Harkányi gyógyturizmust bemutató magazinunkba. Remélem sokak figyelmét felkeltették a látottak. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!